Na, ismét itt vagyunk, sziasztok! Itt van egy sólyakocsin, egy csónak, ami már évek óta itt áll, hogy a gazdája nem használja. Hát, valamelyik keréktán már le is van engedve, mindjárt körbejárjuk a dolgokat. Nem tudom, mennyire látjátok, de lehet, hogy nincs engedve. Így dzsumbúj kapitány. Ja igen, az a kerék már le van engedve. Kicsit meg van rogyva. Rogyantva. Ez nem így állt még. Nem tudom, mert egy békonyált húzunk magunk után. Itt egy másik sólyakocsi. Ja, nem férünk, ugye? Körbejárjuk ezt a csónakot. Szerintem talán dzsumbúj kapitány, talán még a motor is rajta van. Itt már a gaz is belepte, ugye annyira nem értek hozzá, de ez, amint látjátok, egy Yamaha motor. Most nem akarom majd a ponyvát elhúzni, mert itt ilyen katasztrófa van. Megpróbálunk ide bekomandózni. Az árnyékom itt van. Igen, ez egy Yamaha. Itt a fedőnél. Létre rajta minden. Szóval ilyen ponyva. Ponyva stíl. Jó kis Yamaha motor. És itt figyel már évek óta. Gazdája. Ugye nem használja. Gyerünk tovább. Itt egy sólyakocsi, és akkor ott meg a Tisza. Tisza-Pisza. Na nézzük, itt az útra térjünk ki. Remélem kutyapiszakba nem lépünk bele. Megnézzük a srácokat. Mit csinálnak? Ott jönnek a vloggerok. Isten értes. Találtunk egy lámpát a vizet. Na. Itt meg ide a szemét. Na tessék, Magyarország, köszönjük. Elvtársak. Ide arcoskodtak, ide kigyüttek arcoskodni, bazán. Na. Jó van, beviszünk. Itt a zöcsi összeszedi. Jövő nemzeték is itt van. Na nézzük meg ezt a múlót akkor, gyerekek. Mama itt van. Takarítási volt. És akkor itt a móló. Hát az a móló egészen le van rottyanva. Nagyon szép az idő. Igen, itt ez a móló. Ugye ott a Tisza, amit kihozott, törmelék. Fadarab. Hát igen, itt egy kín volt a Tisza, azért látszik. Itt a repedezett föld, a dzsumbúj kapitány. Az a múl az már nagyon ki van, gyerünk föl. Itt is még akadályok vannak. Itt egy tégla, sok a békonyá. Itt le van zárva a terület. Gondolom. Úgyhogy az a móló nagyon beteg. Sok a nyaraló, de vannak, akik egész évben kint laknak. Mi abban vagyunk ott, nagy fűszánál. Na nézzük, mi van itt. Van, akinek ugye be van kerítve, hát ez a mól, ez nagyon el van hanyagolva, ezt föl kéne újítani. Most amit hol lehetne menni. De annyira ezt nem erőltetjük. Úgyhogy innen is szerintem lehet látni. Ott a túloldalon egy csónak. És mint az előbb is mondtam, nagyon nyugodt a Tisza.
attól, hogy nyugodt, még veszélyes. Hát itt sajnos, hogy az öreg fák azok száradnak ki. Itt van egy ilyen nagy, hogy is hívják, mondjátok már, srácok, ilyen nagy szabad plac vagy tér, vagy mint régen mondták, grund, az focipálya volt, nem? Ott az úriember szerel, próbálja a motort éleszteni. Gyerünk tovább, itt vannak ilyen csörlők. Hoppá. Nyaralók! Általában emeltes, mint cölöpön, ugye, ha kijönne a víz, akkor ne legyen gond. Nagyon nagy fák. Bocsa. Zajért. Úgyhogy, hát, sajnos az idő vasfoga. Fákat se kíméli. Ott is például csodálatos nagy fa. Távolba. Itt az egy érdekes ház, de vannak, mondom, rendes lakóházak is. Gondolom, hogy ebben nem hiszem, hogy laknak. Ebben az elsőben, de itt most nem akarok belemerülni. Tudom, hogy ígértem már, de majd egyszer majd eljövünk. Valamikor, de szerintem abból már jövő lesz. Ott egy eladó. És nem tudom, hogy ez a barnát adják-e? Gondolom. Vagy fene tudja. Hogy ott az egy teleke vagy nem. Egy autó. Ugye itt a legtöbben az autóval járnak. Ebben az utcában csak ott is egy nagy ház, ugye? Az utcába csak belepillantunk. Nem akarok itten elmenni. Szóval ott végig nyaralók. Nem tudom meddig. Gyerünk vissza. Szól már a zene, meg a bona. És csodálatos. Gyerekeknek mini játszótér, homokozó és tévé tusoló, sutoló. Ez egy érdekes kis épület. Végülis célnak biztos megfelel. Ott a testvérünk. És a Yamaha Yama szó szól. Itt meg én vagyok előttetek. Ott meg az ifjú vlogger. Ádi fiam Baktat. Baktaté. Megmászok ezt a fát mindjárt, fiatalok. Ez a rajtvonal lesz itt. Itt fogunk Ádival versenyezni. A bukkanótól. Megnézzük a fát, vagy a pofát. Dzsumbuj kapitány van. Dzsumbáj. Levél kapitány. Ott a töltés. Dehogy nem mindez lett. Jó, engem csak a fa érdekel. Látjátok ezt a fát. Lehet itt mindent. Gyerekek, csak akarni kell. Ez egy öreg fa. Ki van száradva a fiú.
Na, ilyen. Jelünk. Tovább. Vigyázz, bukkanó, fölirat. Itt ezen átbukunk. Úgyhogy nem számít, mit lehet, mit nem. Van egy ilyen csatorna feeling. Ide meg a medve kiült. Kicsit a lába beteg. Itt is egy utca. Itt is nyaralók, télapók, Tápai utca, magánterület. Itt egy nagy fa, át se érjük. Hát ilyesmi srácok van. Nagy fűszfa. Ott is ad a blokkerékpár. Itt meg a blogger. Hol süt a nap, gyerekek? Jaj, de jó. Sziasztok!